Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Lengyel Emesét, a Skansen közönségszolgálati megbízott osztályvezetőjét. Üdvözlöm sok szeretettel. Én is üdvözlöm. Fontos hétvége előtt áll a Skansen, de még mielőtt augusztus 20-ára rátérnénk, arra kérem, hogy egy kicsit beszéljen nekünk erről a tematikus évről, hiszen minden évnek megvan a tematikája. Idén mi köré fűzték fel az évet? A Skansen idei tematikája a határtalan Skansen. E köré, a téma köré fűzzük fel az új időszaki kiállításainkat és a kapcsolódó programjainkat. Most már az összes határtalan Skansen tematikus évhez kapcsolódó időszaki kiállításunk megnyílt, és ezek már mind személyesen is látogathatók, nem csak a virtuális térben. Az egyik ilyen legnagyobb kiállításunk az Amikor minden más lett, Élet a front a nagy háború alatt és után. Ez az Észak-Magyarországi Falu Tájegységünknek a Nagy Magtár kiállító épületében látogatható. Természetesen a járványügyi szabályokat mindenkinek kötelezően be kell tartania, úgy a Skansennek és a látogatóknak is. Mi igyekszünk minden információt, irányító táblákat, információs táblákat kitenni, hogy a látogatókat tájékoztassuk, és a kollégáink, akik fogadják a látogatókat, ők maguk is tájékoztatást adnak, és betartják a szabályokat, tehát maszkviselése és kézfertőtlenítés, távolságtartás, az természetesen kötelező. Az augusztus 20-ai programunkat is ehhez a tematikához igazítjuk, a határtalan Skansen tematikához. Ez a kiemelt hétvége program a játékokról szól, játékok határok nélkül. Egy kicsit a játékokat és a határokat is sokféleképpen és szabadabban értelmezzük. Itt próbára tehetik a látogatók a gondolkodásuk határait, a kézügyességük, a kitartásuk határait, tehát különböző szabadtéri játékudvarokban mindenféle játékokat ki lehet próbálni, így is biztosítva azt, hogy egymástól távolságot tudjanak tartani. Nagyon sok kézműves helyszínünk lesz, amiket szintén igyekszünk szabadtéri helyszínekre tenni. Természetesen, hogyha az időjárás nem engedi, akkor benti helyszíneken fogjuk ezeket tartani a megfelelő távolságtartással. Vándormuzsikusok fogják járni a portákat, úgy fogják szórakoztatni a látogatókat, lesz énektanulás, mini koncerteket szervezünk, amit a református templomban fogunk tartani. Itt is kijelöljük a megfelelő távolságtartás szabályait, és hogyha nagyon sok érdeklődő lenne, és sokan szeretnék meghallgatni a koncertet, akkor pedig kihangosítjuk, és szabadtéren padokat fogunk elhelyezni, hogy minden érdeklődő hallgathassa Szalóki Ágnes és a Bognár Szilvia koncertjét. Én azt gondolom, hogy most is érdemes lesz ellátogatni a Skansenben, hogy ez az eddigi időszakban is mindig így volt, augusztus 20-án is. Augusztus 20-ának azonban van egy különlegessége is, mégpedig az, hogy aznap ingyenes lesz a Skansen, ha jól tudom. Igen, a nemzeti ünnepeken mindig ingyenes hozzánk a belépő, tehát ezen a négy napos hétvégén a csütörtöki, az augusztus 20-ai nap ingyenes, a többi a normál belépő jegye, tehát 21 és 23 között normál belépő jegyel látogatható a Skansen, de sokféle érdekes dologgal várjuk a látogatókat egész hétvégén, minden nap. A Skansen akkor biztos, hogy valami finomságot is megkóstolhat az odaérkező, esetleg most is előbukkannak-e a népi ízek ezen a hétvégén? Igen, hát van néhány helyszínünk a házainkban, ahol bemutatjuk a paraszti konyhát, és azt, hogy hogyan dolgozzák föl a kerteknek a gyümölcseit, zöldségeit a háziasszonyok, ezeket meg lehet kóstolni, és természetesen az éttermünk most is egy nagyon szép és bő ételkínálattal, italkínálattal várja a látogatókat, tehát aki nem hoz magával uzsonnát, annak nem kell megijednie, hogyha egy egész napot nálunk tölt, mert betérhetnek az étterembe, és az egész család ott elkölthet magának egy szép ebédet. És a Skansen akkor biztos, hogy augusztus 20-án kenyér is van, és a pékségben is ezt meg lehet kóstolni majd, aki esetleg arra vágyik, hogy valami péksüteménnyel csillapítsa az éjségét, hiszen ott is nagyon sok finomságot kóstolhatnak a látogatók.
Igen, hát a pékeink is dolgozni fognak, ők is készülnek, és augusztus 20-án is megkóstolhatók a különféle nagyon finom péksütemények és a kovásszal készült kenyér. Egyébként mennyire jellemző az, hogy az emberek tudják azt, hogy a nemzeti ünnepen ingyenesen látogathatók a magyarországi múzeumok? Mi a tapasztalat? Én azt gondolom, hogy a látogatók tudják, ez mindig látszik a látogató számban is, de a skanzennek a látogatói régi, visszatérő látogatókból és új látogatókból tevődik össze, és nem csak az ingyenes napon várjuk a látogatókat, és nem csak akkor népszerű a skanzen a látogatók körében, hanem minden egyes napon. Hiszen pláne így, hogy jó időt is jósolnak az időjósok az előttünk álló hosszú hétvégére. Nagyon gyakori az, hogy az emberek ilyenkor a skanzent választják bármely részéről Magyarországnak, hogy ellátogassanak, hiszen mi akárhányszor vagyunk kint forgatni, egy-egy ilyen kiemelt hétvégén leginkább a Magyarországról jövő turistákkal találkozunk leginkább. És azt gondolom, hogy mindenki már visszatérő vendégként jön nagyon sok esetben, amikor így megszólítjuk őket. Ez milyen érzés tapasztalni? Nagyon sok visszatérő látogatónk van. Ezt tapasztaljuk főleg a téli zárvatartási időszak után, amikor márciusban a nemzeti ünnepre, vagy később aztán a húsvétre kinyitjuk a skanzen kapuit, akkor nagyon népszerűek vagyunk, de a látogatók, a visszatérő és az új látogatókból tevődnek össze, magyar és külföldi látogatóink egyaránt vannak. Természetesen most ebben az időszakban, amikor az utazás egy kicsit utazásban korlátozva vagyunk minden ember tulajdonképpen, akkor a hazai közönség a nagyobb létszámban megtalálható nálunk most, mint a külföldi. Hát várjuk szeretettel augusztus 20-ától 23-áig minden napon a látogatókat. Hogyha valaki esetleg most nem tud eljönni erre a hosszú hétvégére, nem tud kilátogatni a skanzenbe, mikor teheti ezt meg? Mikor lesz a következő nagyobb rendezvény várhatóan? Lesznek még ősszel programjaink. Szeptember 5-én a Tájházaink vendégségben, szeptember 19-20-án a Szellemi Kulturális Örökség napok rendezvényel várjuk a látogatókat. Az október 23-ai hétvégén az 56 falun, és ezt követi majd a Szent Márton nap novemberben. És ha nincs kiemelt rendezvény a skanzen, akkor is nyitva van, akkor mi az, amivel találkozhatnak a látogatók? Kettől vasárnapig minden nap várjuk a látogatókat, az állandó és időszaki kiállításainkkal, a skanzen élménypontokkal, a gyerekhelyszíneinkkel, és a tematikus évünkre megalkotott tematikus helyszíneinkkel, ami jó néhány házban megtalálható a skanzenben. Ezek a helyszínek egy bizonyos útlevéllel is végigjárhatók, ebből hoztam néhányat, csak így megmutatom, amikor valamelyik házunkban egykor élt lakónak a bőrébe bújva tudják végigjárni ezeket a tematikus helyszíneket a látogatók. És mi a tapasztalat, hogy mennyire élményszerű, mert azért ez a múzeumokban nem nagyon jellemző, hogy ilyen módon járhatják végig az emberek, valakinek a bőrébe bújva a múzeumot. Ilyenkor mi a tapasztalat, milyen visszajelzés érkezik, mert ez hatalmas élmény. Hát az élménypontok azok mindig népszerűek a látogatók körében, amikor egy történelmi eseményt, vagy egy nagyon komoly dolgot egy kicsit játékosan mutatunk be, és egy kicsit játékosan tanulva tájékozódhatnak a látogatók ezekről a dolgokról. Főleg a gyerekek, de a felnőttek is nagyon szeretik az ilyen élményszerű helyszíneket. Mindenki egyébként maga választhat, hogy férfi vagy nő szerepébe szeretne bújni, vagy... Igen, maga választhatja ki, hogy melyik útlevéllel szeretné végigjárni ezeket a tematikus helyszíneket. És a végén mi az, amivel szembesül? Jobban megértik az emberek így a történelmet? Jobban megértik az akkor élt emberek életét? Igen, természetesen egy kicsit így könnyedebbé, ilyen játékosan tanulhatóvá tették a szakember kollégáim ezeket a helyszíneket, és ez így könnyebben elsajátítható, könnyebben megérthető. Ha nyár, akkor biztos, hogy táborok is vannak a skanzenben, a legkisebbeket is várták-e idén?
Igen, több turnusban tartottunk tábort, amely még tulajdonképpen most is zajlanak, egy-egy hetes turnusokban, mindig más és más témában és más táborvezetőkkel, ezek is nagyon népszerű helyszínek voltak, az összes táborunk tehát házas létszámmal működött az idén is. Még augusztus 20-ára térjünk vissza, hogy a 4 napon hány órától meddig várják a látogatókat? Igen, minden nap 9 és 17 óra között várjuk a látogatókat a Szentendrei Skanzenbe. Nincs más dolguk, mint ellátogatni valamelyik nap, és nem csak a külföldieknek, illetve azoknak, akik Magyarország más területéről jönnek, hanem a szentendreieknek is ott a helyük. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, legyen ez így máskor is, várjuk vissza ide a stúdióba. Köszönöm szépen. Vendégem volt Lengyel Emese, a Skanzen közönségszolgálati megbízott osztályvezetője. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!